dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Tisztelt Vučić elnök úr, excellenciás püspök úr, tisztelt elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező közösség! Pál apostol szavai az új szövetségben, mintha a zsabjai Havas Boldogasszony templomról szólnának. A vajdasági Isten házáról, amely nem régen még erőtlenségében, dicstelen állapotban állt, és az összedőlés szélére került. Ma pedig felújítva, dicsőségében, ünnepélyes keretek között avatjuk fel. Azért jöttünk Zsabjáról, a környező falvakból és városokból, Budapestről és Beográdból, hogy itt lehessünk ezen a különleges ünnepen. Érezzük, hogy a zsabjai templom megújulása a nemzeteinkre is kihat, többszörösen is fontos számunkra. Megerősít hitben, megerősít emberségben, és megerősít európai összetartozásunkban egyaránt. A templomavatás elsősorban mindig szakrális ünnep. Felszentelt épület, az Istennel való találkozás, a szentségek kiszolgáltatásának megkülönböztetett helye. A zsabjai templom azonban azon túl, hogy a Teremtő jelenlétére nyitott emberek otthona, a több mint ezer éve egymás mellett élő két nép, a szerb és a magyar újabb baráti kézfogásának is a helyszínévé válik a mai napon. Feltártuk és megismertük a 20. század súlyos történelmi eseményeit, azokat a tragédiákat, amelyek Zsabját különösképpen fájóan érintették. A világháború árnyékában elkövetett, megmagyarázhatatlan és embertelen büntetteket, a hideg napok tetteit, az ártatlan embereken végrehajtott kollektív bosszút, azokat a tetteket, amelyeket magyarok szerb embertársaik ellen és azokat, amelyeket szerbek magyar embertársaik ellen követtek el. De a magyar és a szerb nép alapvetően mindig is a békére vágyott, és jó ideje közösen jár a megbékélés és a kölcsönös tisztelet útján. Éppen 10 évvel ezelőtt töröltetett el az e vidék magyarjait sújtó kollektív bűnösség pecsétje. Emlékművet emeltünk a csúrogi jeltelen tömegsírnál, és létrehoztuk a Topalov raktár emlékmúzeumát az áldozatok méltóságának helyreállítására. Közösen hajtottunk fejet az áldozataink emléke előtt. Megszilárdítottuk, hogy alapértékünk a keresztény emberség. Nem csak kimondjuk, hogy minden időben egymás segítő, jó szomszédok akarunk lenni, de aszerint is cselekszünk. Az éppen egy esztendeje elhunyt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt az, aki nagy erővel gyorsította fel a történelmi megbékélés folyamatát. Ma ennek a folyamatnak egy újabb fejezetéhez érkeztünk a zsabjai templom felavatásával. Azzal, hogy a korábban romos templom most a helyi kis közösség és a környék katolikus hívei számára újra épségben ragyog, egy szimbolikus egyensúly állítatott helyre. Zsabja szívében ugyanis a főút két oldalán egy-egy templom áll. A szerb ortodox és a római katolikus. Most már egyik sem áll közülük az összeomlás szélén, hanem mindkettő erőben és dicsőségben hívja a hozzá betérőket. Kifejezi és megerősíti ez azt is, hogy Szerbia vajdaság tartományában a szerbek mellett megbecsülésben részesülnek az itt szülőföldjükön élő magyarok is. Helye van az ortodox hívek mellett a római katolikus híveknek is.
A zsabjai Havas Boldogasszony és a Szent Miklós templom két tornya egységet hirdet. A több nyelven beszélő, más-más kultúrájú és rítusú, de államiságuk megszületése óta ugyanazt az egy Istent szolgáló népek egységét. Ahogy Szent Száva és Szent István király keresztény hitében ugyanarra az Úrra tekintett, és általa tartozott egységbe, úgy ma magyarok és szerbek is egy közösségbe tartozunk. Tisztelt ünneplő közösség! A mai templomavatás a győzelem helyszíne. A győzelemé, mert megmutatjuk, hogy kicsiny közösségeknek is lehet jövője, ha szilárd bennük az elhatározás, hogy meg akarnak maradni. Zsabja katolikus hívei nem adták fel. Akkor sem, amikor pusztuló templomuk mellett hosszú évekig pénz nélkül voltak, és akkor sem, amikor a tető cseréjének felére jutott csak támogatás. Kitartottak, és mára valósággá vált a teljes helyreállítás. Ez az ünnepnap a 21. századi keresztény Európát építő cselekvő erők bizonyossága. Az összefogás és a béke jele, amely megtöri a 20. század itt végbement gonoszságait. Gyógyír arra a múltra, amelyet több megrázkódtatás fájdalmasan megszaggatott. Belgrád és Budapest közös válasza a történelemre, amely kiolvasható az oltárra kitett Bibliából is, és amely így összegezhető. Az élet legyőzte a halált. A templom megmentését a helyiek kezdeményezték, és azért is vált reménységből valósággá, mert a magyar és a szerb nemzet oda tud figyelni egymásra. Mert Magyarország és Szerbia kezet adott egymásnak, és tudja, hogy építő párbeszéddel, baráti összefogással sokkal többre jutunk. Zsabja két templomának együttes képe, a magyar-szerb kölcsönös tisztelet új jelképe. Mától a szívünkben hordozzuk őket, mint a Szent Miklós ortodox templomot, mint a Havas Boldogasszonynak szenteltet, azt, amelynek alig volt esélye megmaradni. De ma mégis erőben támad fel. Köszönöm szépen!